Határon túli magyart előttem nem bánthat senki, hazai kisebbséget nem bánthat előttem senki. Én magyar és horvát vagyok, 50%-ban magyar és 50%-ban horvát, mondanám más, de én azt mondom, hogy 100%-ban vagyok magyar és 100%-ban vagyok horvát. Hogy mindenki rendben van, és túléltük a bombázást, és én akkor 89 nap alatt a halál kellős közepén megtanultam élni. És jött ez a műsor, amiben mondjuk úgy, hogy így most sok év távlatából összeakasztottuk a bajszunkat. Soha nem fogunk valószínűleg összejárni. Az értékítéletünk különböző. De ha tűz és víz a nagy bajban össze tud fogni, és együtt tud segíteni, akkor a sokkal kisebb problémák is nagyon jól elsimíthatóak. Nincs az az Amerika, amelyik szebb lenne Magyarországnál. MOKA. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Sziasztok! Ez itt a Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ma egy régi jó barátommal, Truftkóval beszélgetek. Ha most látjátok ezt a csatornát először, akkor a kép alatti like-gombbal tudjátok követni a csatornánkat, és hogyha megnyomjátok a csöngőgombot, akkor értesültök minden új videóról. Szia, Truftkó! Szia, Peti! Hogy vagy? Hát figyelj, nagyon jól. Most már napok óta nálad vagyok, úgyhogy persze, nagyon jól. Otthon érzem magam, mint mindig. Ja, nem ez az első alkalom, hogy nálam aludtál. Mikor találkoztunk utoljára? 2017-ben voltam itt utoljára, igen, nálatok. 2017-ben már itt laktatok, igen. Ja, igen, pont ez volt a beszélgetés, hogy pont akkor költöztünk, és... A gyerekeimmel jöttem, és itt akkor még az alaksorban valami fölfújható ágyon, nagyon romantikus körülmények között. Jó volt. Ja. És elvittél a magyar piknikre, amit szerintem részben vagy teljesen te szerveztél, és nagyon jó élmény volt. Hát részben, mert ez egy közösség, szóval együtt sokan szervezzük. És akkor éppen ott csinált egy előadást, ugye? Uh-huh. Akkor túl minden határon? Túl minden határon, igen. Túl minden határon előadást, igen. És hogyha már itt erről beszélnek, akkor lehetne egy kicsit reklámozni, hogy most október 15-én is lesz egy nálunk itt Garfieldon? Hát mivel ebben állapodtunk meg, hogy lesz, ezért bátran mondhatjuk, hogy igen. Úgyhogy amire ez a podcast adásba kerül, addigra már, ugye akkor onnantól fogva már érdeklődhetnek a kedves New Yorki és New York környék és New York állambeli és ideutazó barátok. Meg New York, New Jersey, Connecticut, és ahogy az Attila barátommal, ő mindig is idegesít, amikor ezt mondom, hogy akkor itt alul belinkelem, és ott majd lehet jegyeket rendelni. Különben Patkós Attilával szoktam ezt a műsort csinálni, de van, amikor én utazok el, most például ő nincs itthon, és ezért te csak 3 napra jöttél, vagy 4 napra, és ezért nem tud itt lenni, pedig nagyon-nagyon szerettem volna, hogy begyere Queensbe a stúdióba, és ott tudjunk beszélgetni. Meg fogjuk ismételni. Szerintem kezdjük az elején, mert attól, hogy ismerlek, már mennyire ismerlek, 10 éves Truftkó a asztalnál, konyhasztalnál szüleivel. Mesélj kicsit a szüleidről. Hát a 10 éves Truftkót Balogh Szilárdnak hívták. 1972-ben születtem, Balogh Szilárd néven. Sokan azt hiszik, hogy ez a Vujis Tvrtko, ez egy művész név. Kozsó, Dolly, nem tudom, pedig nem így van. Ja, általában, és akkor innen kell kezdenem, hogy általában a magyarok a Magyarországon nagyon sok mindent tudnak határon túli magyarságról, tudnak vagy vélnek tudni a határon túli magyarságról. Sokan hisznek magabiztosan olyan dolgokat, amiket nem jól tudnak, de én ezt meghagyom másoknak, viszont elég keveset tudnak az államalkotó nemzetiségi kisebbségekről. Ezek közül egy a magyarországi horvátság, amelyik több tízezres lélekszámban van jelen Magyarországon, egy jelentős részük Dél-Dunántúlon, Baranyában, és ennek a fővárosa ugye Pécs. Amikor én megszülettem, akkor a Ladó János kereszt utónév szótárból lehetett nevet választani a születendő gyermekeinknek. És abban nem volt a Tvrtko. Engem gyerekkorom óta Tvrtkónak hívtak, de édesanyám például, aki Vujic Matija ez a neve, ő sem Matija, hanem a személyigazolványában Matild. Mert annak idején nem engedélyezték ezeket. Én vagyok az első olyan magyar állampolgár, aki visszavette azt a nevét, ahogy az ő édesanyja hívja. 10 éves koromban, ugye nekem van egy nővérem, Edith,
aki egy kisfalusi tanárnő és a pedagógiájára tette fel az életét, mind az édesanyám is. Szóval 10 éves koromban egy csodálatos gyerekkorom volt, édesapám szénbányász, klasszikus modellben éltük az életünket, apa, anya, két gyerek, apukám Sanyi bácsi, széntiketteket kapott a mecseki szénbányák trösztől, alattunk Fata Sanyi bácsi, a pécsi sörfőzdének a munkatársa sörtiketteket kapott, és a két Sándor segítette, majd cserélgette egymással ezeket a tiketteket. Két évente egyszer nyaraltunk, vagy a jugoszláv tengerparton, vagy Balaton Béla telepen a szakszervezeti üdülőben. Volt egy Warburgunk, amire 8 évet vártunk. Édesapám testvére 56-os forradalmár volt, és elhagyta Magyarországot, és az Egyesült Államokba, Kaliforniába költözött, ezért a családunk nem nagyon utazhatott együtt. Valuta keret $800 per év. Átmentünk néha Jugoszláviába, vegetáért, sok minden másért. Egy multikulturális családban nőttem föl, ami annyit jelent, hogy én magyar és horvát vagyok, 50%-ban magyar és 50%-ban horvát. Mondanám más, de én azt mondom, hogy 100%-ban vagyok magyar és 100%-ban vagyok horvát. Ugyanaz az identitás tudatom megvan a horvátság felé, mint a magyarság felé. Tehát a népemet, a horvátot és az országomat, a hazámat, tehát Magyarországot ugyanannyira szeretem, nem vagyok kisebb horvát attól, hogy magyar vagyok, és nem vagyok kisebb magyar attól, hogy horvát vagyok. Innentől fogva nyelvi önazonosságom is megvan, ugyanolyan szinten beszélek horvátul, mint magyarul. És ezért ez az összetartó, szeretetteljes, több évtizedig édesapám haláláig együtt élő házas párnak a gyermekeiként mondhatom azt, hogy egy nagyon boldog gyermekkorunk volt a pécsi Radostó utca, a Harkányi termálfürdő meg a jugoszláv tengerpart között. Én nagyon sokat hallottam, hogy az apukádról meséltél, a bölcsességéről, nem egyszer, hogy milyen volt apukád? Nagyon szigorú ember volt, akinek lágy volt és arany volt a szíve, és ez a kettő nem zárta ki egymást. Tehát azt hiszem, hogy szilárd pedagógiai elvei voltak még akkor is, hogyha nem feltétlenül az a szénbányász, nem feltétlenül pedagógiai elvek mentén tudományosan nevelt minket. De elvitt a szénbányába, de én is szénporos lehettem. Elmentünk apa-fiú programra, meccsre jártunk, sokat beszélgettünk. Mindkét szülőmhöz más kapcsolat, tehát a szeretet nagysága és mértéke az nem változott. Mind a kettejüket rajongásig szerettem, de amíg édesanyám a nagy temperamentumos balkáni mamma volt, a nyelvtanárnő egyébként, aki csodálatosan játszott tangó harmonikán, és innentől fogva minden buliban őt állították az asztal tetejére, és ő húzta a Weltmeister harmonikájával azt, amit úgymond rendeltek. Tehát az igazán nagy bulizós és buli csináló közösségi ember, színházi ember, színházi körös ember anyukám. A ritkán beszélő, felesleges szavakat kerülő, nagyon vonalas, jó etikai elvet valló szénbányász apukámmal. Én úgy gondolom, hogy a sokat generációs értelmiségi pedagógus és a kétkezi munkás, aki megtanítja a gyerekének a kétkezi munkának a becsületét és tiszteletét, ebből én azt hiszem, én úgy érzem, hogy a legszebb és legcsodálatosabb elegyet kaptam. Most már kezdem érteni, hogy honnan, próbálom megérteni a te személyiségedet, és most már kezdem érteni, hogy honnan jött, hogy attól függően, hogy szereted a munkásokat, meg mindig kiállsz a munkásokért, meg a munkások jogaiért, de valamennyi nagyon konzervatív vagy, és nem semmilyen politikai értelemben, hanem az, hogy kiállsz az elveidért. Hűséges típus vagyok, ugyanannak a kosárlabda csapatnak szurkolok. Gyerekkorom óta ugyanahoz a Villányi Borászhoz jártunk. Egy nap ismeretség után eljegyeztem a feleségemet, van 3 gyerekünk, 24 éve élünk együtt, tehát ilyeti módon a család modell, azt mondom, hogy én sem fogok soha, és ebben a beszélgetésben, de máshol sem
politikai nézeteket mondani, mert egyrészt Magyarország felé nincs is, tehát semmilyen szinten. Lehet, hogy csúnyán fog ez hangozni, de a magyar politika színvonala nem érdemli meg azt, hogy én a családom és a gyerekeim helyett velük foglalkozzam, és ezt komolyan mondom. De ha ebben a szótárban néznénk, akkor azt mondanám, hogy ez leginkább konzervatívabb. A másik oldalról pedig az egyenjogúsági elvek. Határon túli magyart előttem nem bánthat senki, hazai kisebbséget nem bánthat előttem senki. Minden nőnek ugyanazért a munkáért, ugyanabban a pozícióban annyi pénzt kellene keresnie, mint egy férfinek. Ez például mondjuk úgy, hogy hát nem szeretem ezt a szót, de mondjuk ilyen szakszervezet és vagy munkásjogi, tehát ezek az elveim megvannak, és ezek nem politikai vagy magyar politikai pártok felé húznak, hogy ezt ezért vagy azt azért, ez az én értékrendem. És nem akarok belemenni, de nem keresnek ugyanannyit, mint a férfiak Magyarországon? 76%-át keresik. Tehát egy ugyanabban a 79%-át, bocsánat, 79-21%-kal kevesebbet keres egy nő azonos munkából, azonos pozícióban átlagban, mint egy magyar. Magyarországon? Igen. Szóval, ha én Magyarországon postás vagyok, akkor a postás nő... Ezt nem, tehát nem ilyetén módon, okay. Egy nagy átlagot néznek természetesen. Van olyan nő, tehát tudok én olyat mondani, női vezérigazgató többet keres, mint egy férfi vezérigazgató. Itt most a teljes átlagot nézzük. Jó, nem, csak ezt nem... Tudod, nem értem, szóval azért kérdeztem. 93 óta nem élsz Magyarországon, sok minden másképp van az Egyesült Államokban, van, ami ebben az országban jobb, mint otthon, van, ami Magyarországon sokkal, de sokkal, de sokkal jobb, mint itt az Egyesült Államokban. Én saját személyes tapasztalatokat tudok mondani, akár oktatás, akár sport, sportmarketing, self-management, piacgazdaság ilyennel kapcsolatban, ezek az én személyes meglátásaim, tapasztalataim. Az én meglátásom szerint, és különben minden évben egyszer legalább elbeszélgettünk a különböző szakszervezeti vezetőkkel, akik az egyik szakszervezet vezetője mindig egy olyan 100 forintossal jött be, hogy a 100 forintos 21%-a, tehát ha itt tetszik 21 forint, így ki volt vágva, és mindig egy ilyen 3/4-nyi, vagy nem egész 3/4-nyi 100 forintossal jött be itt a kihajtókájára rá volt üzve, mert hogy mi nők ennyivel kevesebbet keresünk. De ha 1%-kal keres kevesebbet, ugyanazért a munkáért, csak azért, mert nő, én akkor is kiállok, sőt, mondok valamit, ha ez most valami nagyon durván megváltozna, és a nők keresnének többet, akkor meg azért állnék ki, hogy egyenlő munkáért ne a nemiség döntse el azt, hogy ki mennyi pénzt keres. Szóval előbb azt mondtad, hogy valami jobb Magyarországon, de. Valami mi jobb Magyarország, és nem azért, csak kíváncsi. Halászlé, húsleves, igen. Az általános oktatás. Ott, igen. Tehát azt mondom neked, hogy a globális oktatás jobb annyiban, hogy mivel mi Közép-Kelet-Európában, másképpen fogalmazom meg, jó, hogy mindenki értse. Én többször találkoztam már azzal, hogy azért, mert tudom, hogy mi Svájc fővárosa, volt beszélgető partnerem, aki zseninek tartott, de konkrétan wow! És Svédország fővárosát is tudom. És Dániát is. Hát nem létezik ez ekkora egy zseni. Miközben nálunk, akik ugye Magyarországot körbeveszi, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria, miközben az Egyesült Államokat két ország veszi körbe, Kanada és Mexikó, és aki az amerikai globális oktatást ismeri, az pontosan tudja, hogy Amerika főleg Amerika központú, és valahol van az az Európa nevű, lehet, hogy ország az az Európa, vagy mi van, vagy tehát, hogy ez a fajta dolog, ez ott nálunk sokkal erősebb. Amint az Egyesült Államokban látom, meg a talent management, tehát, hogy kiemelem azt az egy zsenit, aki kosárlabdázó, és ösztöndíjat kap, matematika zseni és ösztöndíjat kap, jól sakkozik és ösztöndíjat, nagyszerűen hegedül és ösztöndíjat kap. Ez a fajta tehetség felkarolás nekem itt jobban tetszik. Értem. Olyan sok minden, olyan jó beszélsz, hogy csak hallgatlak, hogy kérdeznem se kell, de, és tudom, hogy nem szabadna visszamenni, de visszamegyek. Azt mondtad, hogy anyukád akkor csak olyan nevet adhatod neked, mert az volt a szótárban, mindenki, és mindenkinek így volt. Mi a kedvenc magyar neved? És ez egy trükkös kérdés. Hát nyilván Benjamin Barnabás és Bendegúz.
Nem erre akartam kiukadni, de... Lehet persze. Gyöngyi is természetesen. Erre sem. Na hát akkor mi a kedvenc magyar nevem? Segítsek? Segítsek. Az illető egy hölgy, kislány, és Hawaiian él. Bordás Manna Hunakalia, akinek a Hunakalia a neve az azt jelenti, hogy Magyarország, tehát ő a világ legkisebb Magyarország nevű gyermeke, illetve az egyetlen, akinek a neve bármilyen más ország nevén, vagy nyelvén Magyarországot jelenti. Tehát Bordás Manna kisi Magyarország, Bordás Manna Magyarország ez a neve, és ugye Hawaiian két évig egymás mellett laktunk, és mivel a szülei egy csodálatos házaspár, Bordás István és Bordás Simon Réka, ők már egyébként is, tehát most már 4 gyerekes családról van szó, ezért, amikor elmentek egyszer moziba bevásárolni ez az amaz, akkor én vigyáztam a kis Magyarországra, és én már vigyáztam pici Magyarországra, és én aludtam is pici Magyarországgal. Ja, ez szuper. Nem titok, hogy te Amerikában laksz. Igen. Melyik volt a kedvenc helyed, vagy hol szeretsz a legjobban lakni? Meg államban. Na most azt azért egy magyar viszonylatban tisztázzuk, hogy itt egy 9,5 milliós ország, egy 14-15 milliós nép nagyságát hasonlítjuk össze egy 330 milliós néppel és egy kontinensnyi országgal, ugye? Ráadásul a kontinens egy kicsit ki is nyúlik, mert Amerika nem csak, vagy az Egyesült Államok nem csak Amerikában van, hanem ahogy most Hawaii-t említetted, akkor Óceániában is. Ezért én nekem Magyarország a létező legszebb hely. Tehát én Pécset, Baranyában, de azt hiszem egyébként, hogy most ezt túlzás nélkül mondhatom, hogy Magyarországot Záhonytól Hegyeshalomig kevesen ismerik annyira a terepen, tehát helyben, mint én. Én nekem nincs az az Amerika, amelyik szebb lenne Magyarországnál. De laktam Maryland államban, nagyon-nagyon tetszett, főleg a főváros közelsége, Washington közelsége miatt, ott lovakat etettem, hogy megtanuljak valamilyen módon angolul. Laktam Virginiában, ami mondjuk úgy, hogy az egyik elit államnak számít az oktatás területén, a szakképzett munkaerő tetében, az egy nagyon jó hely. Floridában, ahol most élek, pálmafa, Atlanti óceán, létező magyar közösségek, Hawaii, hát Hawaii az Hawaii, Alaszka, ahol életem legszebb idejét, legjobb idejét töltöttem el, de nem mennék, tehát nem laknék ott, de fantasztikus volt, bejártam ezt az 50 tagállamot keresztül kasul. Nekem Amerika nagyon-nagyon sokszínű. Ugye Amerikát Magyarországon, vagy nagyon sok helyen a világon, vagy keleti, vagy nyugati partként ismerik. Hova megyünk? New Yorkba, Miamiba, Los Angelesbe, San Franciscóba, San Diegóba, de igazából ott van Dakota, meg Idaho a krumpliával, meg a cukorrépájával. Montana, Arizona. Tehát nagyon olyan sok olyan hely van, nekem ez egy nagyon-nagyon sokszínű világ. Teljesen más világ, mint Közép-Kelet-Európa, és teljesen más világ, mint Magyarország, amely országnál jobban a világon egyiket sem szeretem. Persze, én úgy értettem, hogy itt Amerikában melyik lenne az a hely, persze mindenkinek, vagy Peti, világ. Engem leteszel Grönlandon, akkor is boldogan megtalálom másnap már, hogy mivel akarok foglalkozni, vagy hogy tehát én a világ összes helyén megtaláltam azt, hogy hogyan lehet azt hasznosan ott eltölteni. Hawaii gyönyörű, csak mondjuk sok év után mondhatom azt, hogy egy olyan turista hely, hogy a világ legcsodálatosabb, legfantasztikusabb, néha a legunalmasabb helye, és amikor az ember nem a nagy nyüzsgésre vágyik, akkor az Hawaii vidék az tökéletes. Washington a széles utcáival, tehát Washington és New York, most mondhatnám azt, hogy mintha nem is egy országban lenne. Széles utak, sétányok, minden, vagy a beton rengeteg, a belváros, és a kitöröd a nyakadat, mert olyan magasak az épületek. Mindegyik másért szép. Ja, és akkor vannak még West Virginia, ahol de majd mutatok képeket, nem egyik podcastben beszélgettük azt, hogy vannak olyan helyen laknak emberek, hogy annyira össze vannak vérfertőzve, hogy az ember szó szerint ugat. Hát azt te láttad? Akkor majd megmutatom, nem fogom ide bevágni most, azt majd utána meg, de hihetetlen. Szóval, hogy mennyire halál, tudod, elmész Martha's Vineyardre, mennyire milliárdosok laknak, vagy pedig ennyire, mennyi az extrém különbség. De mondjuk ezt azért tudod, mert a Barbie-val csináltál egy kis beszélgetés, az a Clean with Barbie, és ő is ő mondta neked, hogy mennyire mocskos helyeken van, mennyire furcsa, New York is mennyire különböző helyeken is vannak. De menjünk vissza, most elkalandoztunk, hogy
hogy kezdett az egész médiát? Hogy jöttél ebbe be? Hát én ugye a szerb-horvát gimnáziumban kezdtem tanulni a szerb-horvát általános iskola után, 1987-ben, a még létező Jugoszlávia idején. Aztán, amíg én iskolába jártam, addig hát gyakorlatilag alattam, tehát szerb-horvát gimnáziumban kezdtem, horvát-szerben folytattam, horvátban érettségiztem, miközben az osztálytermet nem hagytam el. Szétesett az egész déli államszövetség gyakorlatilag. És én egy osztálytársammal, magyarországi horvát fiúval, Filákovics Vjekoszlávval felvételiztünk a Zágrábi Tudományegyetem bölcsészkarának újságíró szakára, ahova felvettek minket. Zágráb, akkor Jugoszlávia második legnagyobb városa, ma a horvát főváros. Igen, nem, de a mi papírjainkat a még papíron létező Jugoszlávia fővárosába, Szerbiába, Belgrádba küldték. Valószínűleg a jugoszláv háború legkisebb kérdése volt az, hogy a mi papírjainkat átküldjék az ellenséghez. Na jó, engem fölvettek, tehát van még 3 hónap az egyetemig, jó lenne egy kis nyári gyakorlat, és Jugoszláviában akkor nem volt még háború, de torzsalkodások már voltak. Én anyanyelvi szinten beszélek szerbül és horvátul, pontosan ugyanúgy, mint magyarul, és láttam a híradót, én mindig is érdekelt engem a közélet, és láttam a magyar televízió híradóját, amiből ugye tudni kell, hogy akkoriban egy volt, 1991-ben, és utána még hosszú ideig, hogy egy kiváló pécsi tudósító, német Károly volt, válogatott kosárlabdázó, minden nap lejár Jugoszláviába a stábjával. És én bekopogtam hozzájuk, hogy én én 3 hónap múlva egyetemista leszek, azt fogom tanulni, amit önök profi módon csinálnak. De azt is látom, hogy önök nem beszélnek szerbül vagy horvátul. Kössünk egy dílt. Én fordítok, maguk meg meséljék el nekem, hogy mi az az újságírás, hova tesszük a kamerát, miért tartjuk így a mikrofont, hogy kell ezt összevágni, mit kell vele csinálni. És ez nagyon jól működött, én 6-7 órát utaztam naponta, reggel 5-kor találkoztunk a pécsi Széchenyi téren, lementünk Eszékre, Vinkovciba, Vukovárra, ahova kellett. Fordítottam hazafelé, magyarázták, nagyon jó volt, csak túl sokat utaztam, untam. Untam azt, hogy azért a 1,5-2 perces riport összetételéért 6-7 órát utazom. És lemaradtam egy barátomnál, és így már rendben volt, mert nem reggel 5-kor találkoztunk a pécsi Széchenyi téren, hanem emberi időben, mondjuk 8-kor, 9-kor valahol Eszék főterén, vagy Vinkovciban, Vukováron. És egy éjszaka, hogy körbe zárták a várost, ahol voltam. És nem jött a stáb. Én fölhívtam a Magyar TV-t, hogy én vagyok a maguk tudósító, vagy a tudósítónak vagyok a tolmácsa, segítsenek engem innen kijutni, mert körbeverték a várost is. Mondták nekem, hogy nem tud bejutni a stáb, Német Károly felszólt Pestre, hogy nem tud bejutni a stáb. Tehát nem tudnak segíteni. De ha már benn vagyok, mondjam el, hogy mi a helyzet a városban. Na most én a magam amatőr módján, amit ott kérdeztek telefonon, én arra válaszoltam. Innen lőnek, ez történik, vért kell adni, sebesültek az utcán, ilyesmi. És este, 9 órakor, akkor még volt telefonvonal a külvilággal, beszéltem anyukámmal, aki annyit mondott nekem, hogy mit jelent az, hogy a 7:30-as nagy híradóban ki volt írva, hogy exkluzív helyszíni tudósító Vujis Tvrtko. Hát mondom, mit tudom én? Hát nincs híradó, nincs magyar tévés. Anyukám, racionális tanárember, ugye, annyit mondott, hogy fiam, azonnal gyere haza. Na most, ez 89 napig nem történt meg. Én ott ragadtam, egy rádiópincéjében aludtam. Az ottani magyarság rádióját csináltam, mint bemondó, hiszen nem maradtak műsorvezetők ott a helyszínen. Én 19 évesen estem át halotton az eszéki Semacska utcában, behúztak egy halottat az óvóhelyre, kívánságműsort vezettem, ahol nem az volt a kívánság, hogy Kis Péter küldi Kis Péternének ezt és ezt a számot, hanem mivel volt megszállt terület és nem megszállt terület, Kikerics üzeni Pacsirtának, hogy mindenki rendben van, és túléltük a bombázást, és én akkor 89 nap alatt a halál kellős közepén megtanultam élni. Kijöttem a háborúból, 89 nap után feloldódott a blokád, visszamentem Pécsre. Nekem ugye életem álma volt, hogy a Dunántúli naplóban majd cikkeket írok. Az egyetemet nem kezdtem el, mert gyakorlatilag benne voltam a háborúban, még Zágrába se tudtam eljutni. És mondtam, hogy itt az újságírásom vége. Ha vége van az újságírásomnak, mert most ezek után én a debreceni virágkarneváról, vagy a villányi borfesztiválról biztos nem fogok tudni beszámolni.
És akkor kaptam egy levelet Budapestről, hogy odaítélték nekem a Pulitzer emlékdíjat, ezt követően, hogy az Amerikai Egyesült Államok információs minisztérium, illetve az Amerika hangja egy ösztöndíjat felajánl nekem. Elmentem Miami-ba, Miami Egyetem kommunikáció szakára újságírást tanulni. Tehát onnantól fogva, úgymond ez egy kikövezett út volt, és én Miami-ban az Egyesült Államokban tanultam az újságírást. Ez volt 93? Ez 90-es évek közepén volt, igen. Okay. És itt volt a lovad, itt volt a lovadás? Előtte elmentem Marylandbe, mert nem tudtam angolul, és azt tudtam, hogy egy alapképzés kell ahhoz, hogy én az egyetemen legalább minimálisan megértsem, hogy mit akarnak. De hát ugye Pécsett akkor még nem voltak menő nyelviskolák, az egész rendszerváltozás utáni magyar létben, ugye az oroszt az gyűlölte a magyar, nem, szerintem anyukámon, a nővéremen meg rajtam kívül nem sokan beszéltek oroszul, én jól beszélek oroszul, nem sokan beszéltek oroszul a környéken, angol nyelvtanárok nem voltak, én ismerek egy ügyvédet, aki degeszre kereste magát csak azzal, hogy ő tudott angolul, és ezért az akkor Magyarországra rávetülő nyugat-európai, illetve amerikai cégeknek legalább tudott jogi ügyeket intézni. Szóval kijöttem Miami-ba az első angol tanárnőmnek, Breyer Klárának, a későbbi itteni sajtóattasének, majd azt követő londoni nagykövetnek. Tehát ilyen segítőm volt Pécsett, hogy később lett, tehát Washingtonban, Marylandben kezdett el engem angolul tanárnő, tehát úgy értem, hogy az első angol tanárnőm, hogy kijöttem ide. Benedek Pista bácsi farmjára, egy legendás sportolóról van szó, aki az 52-es Helsinki olimpiai bajnokunk, öttusa olimpiai bajnokunk, Kovácsi Aladárnak volt az edzője. És ott álltam egy lovas farm kellős közepén, hogy akkor én lovakat fogok etetni, és a Montgomery College-ba el fogok menni angolul tanulni. Az első szó összetétel az az volt, hogy attention hey, vigyázat széna. Ezt tanultam meg. És lovakat etettem, úgyhogy lovakhoz az életben városi gyerekként közöm nem volt, elkezdtem lovakat etetni csak azért, hogy megtanuljak valamennyire angolul. Előbb tudtam mi az, hogy patkoló kovács, mint az, hogy jó napot kívánok, szeretnék egy galon tejet venni. De arra a finces történetekről tudom, vagy az nem tudom mennyire nyilvános, tudom, amikor mondtad, hogy hogy mondják az angolok, hogy Pécsett, én elmentem egy nyelviskolába, ahol egy órán vettem részt. Igen. És fölírtam, hogy how do you do. Ah, igen. Nem mondták, hogy how do you do. Oké, én ezt memorizáltam. Meg kell tanulni angolul. How do you do, how do you do, how do you do. És több mint 10 évet laktam az Egyesült Államokban, én soha senkitől egyszer se hallottam, ja, hogy valaki azt mondta volna, hogy how do you do. Ez ugye Nagy-Britanniában főleg haja. Itt meg WhatsApp, meg meg amilyen módon. Tehát én olyan dolgokat tanultam meg, ami lehet, vagy olyannal kezdtem, ami tankönyvileg lehet, hogy jó volt, de igazából az élet... British angol. Ott se használják ilyen napi szinten ezt a how do you do-t. Ja, igen, meg már szerintem inkább ilyen régebbi lehet az, tudod, hogy hát ilyen... inkább akadémikus, igen, vagy ilyen szembeszédes, igen. Ha, megint egy kicsit nem elkanyarodtunk, hanem meg akartam kérdezni, de olyan jó volt a sztori, hogy nem kérdeztem meg, amikor te Szerhorbát iskolába járt, akkor te nem ismerted a Jovánt meg a Sterbinskit? Mert összem ők is 72-esek, vagy valahogy így. De azért tudom, mert én DJ voltam, vagy az akartam lenni Magyarországon, és ő két ilyen híres DJ-k, nem tudom, ismerted a Sterbinskiről hallottam már. Igen, és ők ketten mindig együtt voltak, és tudom, mert mindig jöttek a Szerb-Horvát iskolából, és mentük a Gondolacihoz, és akkor ők már valamennyire jó DJ-k voltak, én meg csak szerettem volna a budapesti Szerb-Horvát iskolának Vujic Stipán volt az igazgatója, aki a mi közeli rokonunk. Tehát, de ők meg is maradtak Szerb-Horvát, aztán később ők Szerb gimnázium lettek, aztán lett utána később Horvát gimnázium is, tehát az egyik meg ott ketté váltak, nálunk nem vált ketté. Uh-huh. Ide jöttél, Miami-ban elvégezted az egyetemet, és hogyan tovább? Mert nagyon-nagyon sok helyen jártál, és... Miami-ban újságírást tanultam, majd ugye a 90-es évek vége felé, ugye elindult 97. október 4-én a TV2
kereskedelmi csatorna. Én akkor mondjuk úgy, hogy piacképes állapotban mentem haza, pontosan 97 nyarán. A piacképes állapot az azt jelenti, hogy valami olyan kezdődött Magyarországon, amit addig tanultam az Egyesült Államokban egy egyetemen. És ilyen korábban még nem volt. Tehát én egy igazán piacképes emberként jöttem haza. Volt két kereskedelmi televízió, az egyik a mondjuk úgy, hogy nyugat-európai német típusú hír reket előtérbe helyező, rövidebb hír, de az abból sokat mutatunk be. A másik pedig a TV2 családi csatorna, ahol elindult a TV2 Napló című műsora. 97. október 4-én indult, ez egy szombati nap volt maga a csatorna, és október 5-én vasárnap indult a TV2 Napló című műsora az én riportommal. Én voltam az első szerződtetett riporter ennek a csatornának. És ez lehetőséget adott arra, hogy 10-12-15 perces riportokat készítsünk egy vasárnap esti magazin műsorba, ami gyakorlatilag verhetetlennek bizonyult ez a fajta felállás. Ez, aki Amerikában néz minket, vagy itt ezen a kontinensen néz, az talán a 60 Minutes, 2020, szóval ilyesmi műsorokat lehet elképzelni, hogy ez vasárnap este uralta önmagában a műsorsávját, 7-től 8-ig műsorsávot, sok-sok millióan, többször több mint 3 millióan néztek minket egy 10 milliós országban. És ez megteremtette a lehetőségét annak, hogy azok, akik abban a műsorban akkor úgy szerepeltek, azok hirtelen, hiszen addig egy struktúrás magyar tévé volt másfél csatornával, M1 vagy Magyar Televízió 1-es csatorna, és a 2-es megindult valamikor, mit tudom, délután, és sokszor gyerekműsor meg ismétlő csatorna volt. Ebbe vele robbant ez a kereskedelmi csatorna milliós nézettségekkel. Tehát akkor gyakorlatilag így kezdődött ez a része. Sok olyan ilyen műsort láttam veled, hogy nem sokat, hanem egy párat, hogy és itt, amikor rátértem a szüleidre, hogy neked van ilyen bizonyos, szerintem ilyen igazságérzeted, hogy ez nem tudom, nem akarom, ilyen kell, volt csomó ilyen kellemetlen műt, például a Kiszel Tündével, hogy miért szállsz, vagy miért van neked az az érzés, hogy meg kell nekik így mondani? Nem feltétlenül az, hogy meg kell mondani, tehát én biztos, hogy nem fogok az említett hölgyről, vagy a Viszkis, a Herebes Aluska kamuszolat, különösen azért nem, mert ő ugye már nincs az élő sorában, és az egészet fölülírja az, hogy egy 41 éves fiatalember, akinek van egy felesége, egy kisgyermeke, két kisgyermeke meghalt, tehát ez minden felülír, Isten nyugosztalja őt, akkor is, hogyha a világlátásunk a világon, nincs két ember, akinek nagyobb volt, vagy messzebb állt a világlátása. Az említett hölgynél, vagy illetve a most említett úrnál nem az volt a probléma, az volt a probléma, hogy én újságírónak éreztem magam, vagy érzem magam, és azok arról, amiről beszélgetnem kellett, adott pillanatban a, nem tudom, valamilyen egymilliós dobbermanok, meg herevasalás, ezek hazugságok volt, ezek nem történtek meg. És én soha nem akartam belekényszeríteni magam olyan dolgokba, hogy én tudom, hogy ő tudja, de mégis olyan dologról beszélünk meg, ami hazugság, nem valós, becsapjuk a nézőt, már pedig ilyetén módon nekem egyetlen főnököm volt, nem is a TV2, hanem a néző. Én a nézőnek nem hazudhatok. És ezért volt az igazságérzetem csak abban a pillanatban szúrta ki azt a bizonyos zsákot, amikor úgy éreztem, hogy nem valós dolgokról beszélgetünk. És amikor láttam, nyilván én ugye megalkottam egy fogalmat, ami utána olyan közkeletű lett, ez a kamu celeb. Ugye a celeb az nem egy negatív szó. Celebrity. Ez egy híres ember. A bulvár sem egy negatív szó, csak mi azzá tettük. Oldott formában érdekesen elmesélni egy történetet. Hát ha tetszik, ha nem, magunkra mondjuk a TV2 naplója egy bulvár magazin, egy high quality bulvár magazin volt. Tehát nem trash bulvár, hanem egy értékes bulvár, legalábbis én így hiszem. Viszont ott azokban a adott beszélgetésekben határozottan úgy érzem, hogy éreztem, hogy mi hazudunk a nézőknek, hiszen tudtam, hogy hazugság, és abban nem akartam partner lenni. Értem. Ja, ez tökéletes. És a Viszkissel? A Viszkisnél valamit én magam benéztem. Mégpedig a társadalomnak valamiféle nem az, hogy igazságérzetét, tehát eleve én a mai napig is azt mondom, és ez egy a másik kettőtől el
megkülönítve, ez egy teljesen más jellegű igen. beszélgetés volt, el is mondom, a vége miatt. Tehát nem tudtam megérteni és felfogni és feldolgozni, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy társadalom egy jelentős része szurkol egy bűnözőnek a bűnöldöző szervekkel szemben. Ennek biztos vannak társadalmi, szociológiai, sok más összetevői, de ezt én majd, ezt a társadalom szociológusok megfejtik. Én úgy gondoltam, hogy attól, hogy valaki elkövet egy bűncselekményt, majd ezt követően leüli, attól ő még nem kellene olyan celebritásnak lennie, hogy ilyen-olyan-amolyan műsorban főszereplőként szerepeljen. Igen ám, de ez a fiatalember fogta, és utána elkezdett agyagozni, gyönyörű agyagedényeket készített, tehát kétségtelenül, és jött ez a műsor, amiben mondjuk úgy, hogy így most sok év távlatából összeakasztottuk a bajszunkat. Én továbbra is úgy éreztem, hogy nem feltétlenül kellene mondjuk őt sztárolni, ő pedig úgy érezte, hogy ez egy felesleges bántás. Megtörtént ez a mondjuk úgy, hogy nagy balhé, az évek távlatából talán bajuszakasztás az egy igen. megfelelő szó, és engem ez bántott. Főleg azért bántott, mert láttam, hogy valami félre siklott. Nem akartam én ezt így. Uh-huh. Ha így tetszik, akkor azt mondom, hogy az én hibámból. Én vagyok a műsor vezetője, bármi történik, pozitív vagy negatív, az az én sikerem, kudarcom vagy hibám, mondjuk azt, hogy ez az én felelősségem és a hibám. És aztán 2020-ban, amikor kitört a koronavírus járvány, akkor volt egy ötletem. Az ötlet az pedig úgy szólt, hogy kétségtelenül Ambrus Attila mind a mellett, amit elkövetett, leült, és szerintem bizonyos tekintetben érdemtelenül lett egy bizonyos dologban sztárolva. Egy nagyon jó képű emberről van szó, tökéletesen kommunikál, de ettől azok a bűnök még bűnök voltak olyannyira, hogy voltak emberek, akik megijedtek, akik sok 10 milliót vagy sok pénzt lopott el, hogy voltak, akik halálra rémültek, tehát ettől ő nem lehet úgymond sztár, de az, hogy ő nem esett vissza, tökéletes példaképe tud lenni azoknak, annak a börtönpopulációnak, aki kijön és mindjárt visszamegy, tehát, hogy van út a pokolból kifelé, a társadalom hasznos tagja lett, szép dolgokat csinált, míves magyar dolgokat csinált, jól láthatóan a bűnt levetette, a társadalom hasznos tagjaként kétségtelenül jó ember lett, és ezt jól kommunikálta, jól edukálta azokat az embereket, akik visszaeshettek, és akkor fölhívtam telefonon. Kitört a koronavírus járvány, az elsősorban az idős emberek vannak nagy veszélyben, különösen összezárva a nyugdíjas otthonokban. Mondtam neki, hogy figyelj ide, mit szólnál ahhoz, hogyha én felajánlom a Pulitzer emlékdíjamat árverésre, te pedig készítenél egy valamilyen míves vázát, vagy valamilyen szép produktumot, és ezt együtt árvereznénk el, és azt kommunikálnánk, hogy soha nem fogunk valószínűleg összejárni. Az értékítéletünk különböző. De ha tűz és víz a nagy bajban össze tud fogni, és együtt tud segíteni, akkor a sokkal kisebb problémák is nagyon jól elsimíthatóak. Attila annyit mondott nekem, hogy a kidolgozott, most én nem értek ehhez ő ért, de valamilyen aranyozott mázat kidolgozott. Ez egy nagyon drága máz, nagyon igényes munkája van, sok munkája van ezzel, hogy a legdrágább aranymázzal fogja azt a szép vázát elkészíteni, valami egészen fantasztikusat alkotott. Megjelentünk közösen a nyilvánosság előtt, Pulitzer emlékdíj gyönyörű váza, egymás mellett ültünk, együtt mondtuk el, hogy mi a mi célunk, sok millió forintnyi adomány gyűlt össze, amit a Baptista Szeretetszolgálaton keresztül direkt módon a fogyatékossággal élő idősek és a nagyon nagy összezártságban élő idősek otthonához juttattunk el, és a Baptista Szeretetszolgálat elnöke, dr. Szilágyi Béla utólag be is számolt róla, most nem tudom, hogy mennyi kesztyűt, maszkot, micsodát tettünk össze. Innentől fogva én elmentem Attila egyik előadására, ahogy beültem, megszólalt a viu-viu, tehát valami tűzriasztó,
ő megtisztelt azzal, hogy eljött az én előadásomra a szülővárosa mellé. Kezet fogtunk, dedikáltam neki egy könyvet, jót beszélgetünk, sikeres volt az akciónk. Szerintem ez az üzenet a nagyon mélyponton lévő kapcsolatnak a valamiféle pozitív irányba történő építésének egy jó példája tud lenni. Tehát én például ebből, az egészből, amit most hosszan meséltem el, többet tanultam, mint bármelyik pozitív jelleg. Vagy legalább tanultam annyit, mint nagyon sok pozitív jellegű interjúból, vagy riportból, vagy beszélgetésből. Szerintem most megválaszoltad a kérdésemet, mert akkor most úgy néz ki, hogy ti akkor kibékültetek, és hogy el van ásva a csatabárd. A csatabárd el van ásva, és talán annyit megenged, ugye a privát beszélgetéseink, akkor már akkor megszületett a gyereke, fölhívtam telefonon, ő is keresett engem, nem akarom kiadni a magánbeszélgetéseinket. Persze. De utólag talán annyit megengedhetek, hogy annyit elmondjak, hogy Attila is úgy látta, hogy utólag nagyon sok érdek volt, címlapok, kattintásszám és minden miatt, hogy bizonyos bulvár szereplők, vagy platformok, vagy újságok így összeugrasztottak minket. Nem volt ez akkora nagy világháború, mint aminek ez be volt állítva. Ez pár dolog miatt kérdeztem, mert az egyik, akkor azt, amit megválaszoltál, azt, hogy te valamit tudod változtatni a véleményedet. Hogyne, és ő is megváltoztatta. Igen. Tehát hogyne? Mert én azt mondom, hogy ha valaki elkövetett egy bűnt, leülte, és új életet kezd, és nem esik vissza, de valakinek meg kell adni az esélyt. Másról beszélünk, de nem akarok ebben már hosszabban belemenni. Elkövetett egy bűnt, és leülte, attól ő még nem példakép. Elkövette a bűnt, leülte, és utána a társadalom hasznos tagjaként bizonyított, attól már lehet példakép. Na, ez volt az a nagy különbség. De különben mondok egy másik embertessék, a Robin Hood. Ugyanez. Csak mondom, hogy tudom, oké. Oké, rendben, viszont egyet engedj meg nekem, hogy amiről kiindulási pontként beszéltünk, hogy ne siklódjon el a lényeg. Igen. Én nem mondom azt, hogy minden embernek minden egyes nap Csajkovszkit kell hallgatnia, Diótörőt kell néznie, Dosztojevszkit kell olvasnia, és a létező legkomolyabb zenét és a legszofisztikáltabb világirodalmat kell olvasnia. De ha megnézzük azt, hogy kik voltak a magyarság sztárjai, akárcsak a rendszerváltozás után, tehát nem is a volt rendszerben, Kossuth Díjas színészek, nagyszerű előadók, fantasztikus énekesek, ezek hogy szorultak ki a kamu celebek által? Tehát ha belegondolsz, akkor ma már a feleségével főműsoridőben üvöltöző az is sztár, exkluzív interjút készítenek a fiatalemberrel, aki emberrablásért ül börtönben, és attól várt ismerté, hogy a nemi szervét pörgette egy kamera előtt. Ha belegondolunk ebbe, hogy kérjük azt, hogy exkluzív interjú az XY sztárjával, hősével, akkor mit lát ebből a jövő generáció? Tehát én nekem az üzenetem igazából a naptárdíva, vagy a herevasaló, vagy a bárkivel kapcsolatban nem személyre vonatkozott, és azt kell mondanom, hogy én nem akarom magamat értékelni, de sajnos igazam volt. Tehát, hogy én nem örülök annak, hogy igazam volt, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon el van butítva a társadalom. Nem mondom, hogy el van butítva a társadalom, de hogy nagyon sokan tesznek azért, hogy ne fölfelé vigyük a lécet, hogy így szofisztikáltabban fogalmazzak, az így van. Mm-hmm. Ja, ebbe egyetértek. Ha van egy pohár, könnyű belátni, van egy újság, 16 oldal, 32 oldal. Ha nem a háromszoros olimpiai bajnok vívóról írunk, vagy mást mondok, nem az olimpiai bajnok tornászról írunk, hát nekem nem volt gondom Berki Krisztiánnal, ha Berki Krisztián, most mondom a névrokonát, olimpiai bajnok tornászt, világbajnokot, London hősét, 10-ből egyszer behívjuk, ha a két Berki közül az egyik 10-ből egyszer bejön. De nem hívtuk be egyszer sem, 10-ből 10-szer a másik jött be. És így szorult ki a sajtóból, a köznyilvánosságból a sokszoros olimpiai bajnok, a nagyszerű színész, a csodálatos előadó. Hegedűművész? Akár hegedűművész, bárki kiszorult, mert a
kukacpörgető elvette a helyét. És ez viszont egy történelmi felelőssége a közgondolkodónak, az újságírónak, aki ennek teret ad, és az újságírás állapota sem a világ egyik legnagyobb tradíciójával rendelkező, a nyelvi struktúra és a nyelvi gazdagság miatt az egyik legcsodálatosabb pályán játszó újságíró a magyar társadalom volt. Hát ha belegondolom, kik írtak a 19. században újságot, milyen nyelvi szerkezettel írtak. Hadd mondjak neked valamit, ugye említettem, hogy horvát is vagyok. Most elmondok valamit, amit aki, hogyha nem beszél valaki egy másik nyelven, akkor az kevésbé tudja. Ahogy említettem, én ugyanúgy beszélek horvátul, mint magyarul. Össze tudom hasonlítani a két nyelv nyelvszerkezetét is. A magyar nyelv 30%-ban gazdagabb, mint a horvát. Sokkal több fogalmunk, szavunk van, akár egyetlen egyre. Én szeretlek téged, én imádlak téged, én rajongok érted, oda vagyok érted, elájulok érted. A más nyelvekben ritka az a nyelv, ahol egy érzelmet, én gyűlöllek téged, én ki vagyok tőled, én utállak, én a hideg ráz tőled, az érzelmeinket is ezer fokon másképpen szélesebb nyelvszerkezetben, nyelvi palettával tudjuk kifejezni. Na most az újságírás pont ezzel romlott le. A magyar politikának a színvonala, a közbeszéd, amit ők megteremtettek, az embered mit lát? Azt látja, hogy a parlamentben, ha így beszél az én választott képviselőm, én miért ne beszélhetnék így? Ez a feszültségkeltőbb jobboldal, baloldal, nemzetáruló, hazaáruló, diktátorpárti, Soros Bérenc, dollármédia, rubel jobboldal, mit tudom én, anyám kinyom, ez levitte a közbeszédet, ezzel van tele a sajtó, és ha ezzel van tele a sajtó, meg a kamucelebbel van a sajtó, akkor az a valódi előrevívő értéknek kiszorul onnan. Ez egy olyan, mint, és akkor visszatérek a példához, egy 2 decis pohárba nem fér bele 3 deci folyadék. Hogyha az egyik van benne, a másik kiszorul. Mondjuk nekem ez a probléma a tradicionális médiával, de különben nem csak Magyarországon ez a probléma, hanem Amerikában is. Itt van a tökéletes példa, TikTok. Én megértem azt, amit te mondasz, de én, mint a magyar ember, hadd foglalkozzam azzal, ami a miénk. A közbeszéd állapotában nem vagyok egyébként, tehát én nem tudom, hogy mennyire változott meg a közbeszéd állapota máshol, de azt tudom, hogy én már alig tudok valakivel beszélni úgy telefonon, hogy a harmadik lépése, vagy kérdése, vagy válasza ne magyar politikával kapcsolatos legyen, ez az egyik, ne feszültséggel teli legyen. Velem tudsz így beszélgetni, mert nem beszélünk magyar politikáról. Tökéletes, mert itt ez is nem is érdekel. Viszont azt akartam mondani, hogy én megértem az amerikai társadalomnak a problémáid, de én hadd foglalkozzam a magyarral, hiszen alapjába véve ugye magyar vagyok. Persze. Ja, én nem azt mondom, hogy ez, akkor úgy mondom, ez a világ probléma. Igen. Ugyanúgy, hogy akartam mondani, hogy TikTok. Butítják az amerikai gyerekeket egy kínai, és nem csak azt mondom TikTok, mert minden már, nagyon sok ilyen a social media platform ugyanez, hogy butítják, de Kínában tudtad, hogy nincs TikTok. Oké, de én nem akarok, tehát én nem vagyok a TikTokon, nem is érdekel túlzottan, de nem ítélek el senkit, aki rajta van, mert mondhatom azt, hogy mindent lehet pozitívan, és mindent lehet negatívan használni és felhasználni. Ugye nem az eszköz határozza meg, ugye a jövő generációja már többet tud a mindenféle technikai kütyükről, nekem a fiam szokta elmagyarázni, és annyit talán elárulhatunk, hogy most már neked is, tehát hogy te is kérdeztél tőle, hogy a következő generáció már többet tud, mint mi. De szerintem mindent ki lehet használni. Biztos, hogy a TikTokot is lehet pozitív irányba használni, de én nem akarom értékelni, főleg azért nem, mert nem vagyok rajta. Persze, de különben beszéltünk, és eszembe, hogy visszatérünk a családra is, hogy ő a legnagyobb fiad Benjamin, vagy Benjamin. 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 Benjamin, nincs benne A betű, igen, Benjamin. Vujzsolnai Benjamin. Ja, azért, ez mindig vicces, hogy amikor mindig, hogy itt élek, és hát 93 óta, és azt mondtam, hogy én 19 évesen megszakadt, és nekem ott maradt a beszéd stílus 19 évesen, meg az egész a magyar felfogás, de ezért, hogyha mondjuk valakivel beszélünk, hogy Csernobilt, én például már Csernobolnak mondom. De nem tudom miért, de ez van, és ugyanúgy ezért mondtam, hogy Benjamin, de... Figyelj, nekem egyetlen egy elvárásom volt a családdal, a gyerekekkel kapcsolatban, mind a 3 gyerekem anyanyelvi szinten beszél angolul, szerintem melyikről nem mondják meg, hogy mondjuk nem egy amerikai srác vagy fiatalember, ugye? De nekem az elvárásom volt, hogy senki nem beszélhet akcentussal magyarul. Tehát az nekem a
két hotelakom itt kicsit more flight, how do you say that? Szóval ez nem történhet meg. Ezt tudom bizonyítani, mert most már mind a hárommal találkoztam, ugye? Kettő itt aludt 17-ben, most ahogy itt vagyunk, most a nagy megint visszajött hozzád, és a kicsivel most találkoztál először, mert ő meg Angliában lakott korábban. Oké, és nem akarsz egy kicsit dicsekedni a családodról, hogyha... Bármikor. Szívesen veszem. Mire vagy kíváncsi? Hát, Benjamin. Benjamin célkitűzése az volt, hogy a csapatát feljuttassa a magasabb osztályba. Ő az NB1B zöld csoportjából följutottak egy osztállyal. Benjamin is ennek a csapatnak a tagja volt. A testnevelési egyetemnek az első éves hallgatója kosárlabdaedző lesz. Barnabás Hawaii-on megnyerte két társával együtt a Hawaii nemzeti főzőbajnokságot, és így Hawaii szövetségi államot képviselhette az Egyesült Államok ifjúsági főzőbajnokságán. Egyetlen kérése volt, hogy a Hawaii lobogó és a gimnáziumának, a Waipahu High Schoolnak a zászló és embléma mellett a magyar zászló is fönt legyen a séf ruháján. Ő Németországban dolgozott egy nagyon menő étteremben, és most saját konyháját nyitotta meg Budapesten, úgyhogy ő ezzel foglalkozik. Bendegúz nevű gyermekem, 12 éves, ő a DME kosárlabda akadémiának a teljes ösztöndíjasa, és mivel hála Istennek minden rekordot megdöntött az ő korosztályában, ő egy teljes ösztöndíjat kapott 6 évre, aki ezt az Egyesült Államokban valaha élt vagy tanítatott gyereket, az pontosan tudja, hogy ez mit jelent, hogy egy teljes ösztöndíj az érettségéig elviszi. És ugye a feleségemmel, akinek ez a reszortja a családon belül, ez a kosárlabda, mi nem NBA szupersztárt akarunk belőle nevelni, hanem Magyarországon ez egy kicsit másképp van, és ezért az oktatási rendszer itt szétválik. Mi azt szeretnénk, hogy egy jó egyetemre be tudjon ő kerülni a kosárlabda tudása által, és akkor akit a legelején kellett volna említenem, Zsolnai Gyöngyi, 110-szeres válogatott kosárlabdázó, 4-szeres magyar bajnok, 4-szeres kupagyőztes, 24. éve a feleségem, család összetartó ereje, motorja, a DME kosárlabda akadémiának másik két NBA-s szupersztárral, egy Golden State Warriors és egy Chicago Bulls-os edző legendával együtt, Zsolnai Gyöngyi és az ottani női szakág és az utánpótlás szakágnak az egyik vezetőedzője, úgyhogy ők a családom. Ez szuper. A középső gyerek, ugye akkor mondtad, hogy lesz egy konyhája, akkor nem... Már van. Oké, akkor nem akarjuk azt egy kicsit pluginolni, vagy supportálni? Ha akarod, akkor bármikor. Akkor tehát... azt is, de belinkeljük, vagy ide, vagy hova? Igen, a Barnabás a Föld körül Facebook oldalon megtaláljátok Barnabást, úgyhogy meg fogjátok találni. Igen, és ő volt az, aki a Afrikában járt iskolá? Vagy? Nem, Benjamin volt. Igen, de a Barnabás is ott volt velünk, csak kicsi volt. És nekünk van még egy életcélunk, ugye, ahogy azt mondtad már, hogy supportálás, ugye én több gyerekkönyvtárat vettem magyarországi kórházaknak, ez az én dolgom, itt igazából saját magam döntöm el. Azt, hogy hova kerül az a bizonyos támogatás. Most például ugye egy jelentős összeg a Ukrajna egyetlen magyar rádiójához is ment, ahova műsorvezetőként hazamentem, oda mentem Beregszászra, hogy legyen műsorvezetőjük, mert a férfiak onnan sajnálatos módon eltűntek, elmentek. Van a gyerekkönyvtár akció, viszont a Tehetség 11 alapítványon keresztül támogatunk olyan gyerekeket, akik különböző magyarországi településeken, jellemzően kis falvakban, hogy említsek ilyet, Szákszent, Kaskantyú, Szentpéterfa, tehát ezek a kisgyerekek nem jutnának el a sportegyesületekhez. Márpedig ugye ezt Amerikában láttam, tanultam, és ezt te is tudod, hogyha itt valaki jól sportol, akkor a gettó kellős közepéből is el tud menni az NBA tetejéig, és ezzel az élet példáját tudja mutatni, hogy a pokol mélyéből is van út a csúcsokig, a Himalája csúcsokig. Szóval, hogyha valaki akarja, vagy szeretné szupportálni a Tehetség 11 alapítványt, számlaszámmal, minden ilyesmivel, akkor mit kell mutatni? Ide kattints, oda kattints? Mutass a szem, oda mutass. Oda mutatok, jó, oda mutatok, és akkor majd, tehát, hogy ők persze. Ezt meg segítjük. Meg a leírásban, persze mindent leírunk. Most
megint két dologról szeret, két dolog. Az első, az, hogy a kajával akartam beszélni, hogy itt egészen más ízek vannak, hogy mi a különbség a magyar és az amerikaiak között, és utána pedig, hogy ne felejtsem el, majd ide leírom saját magamnak, mert ez egy, nem tudom melyiket érdemes lenne, de beszéljünk a kajáról. Hát nézd ide, az itteni kaja az egy érzékeny dolog nekem, mert nincs az az amerikai város, ahol ne lenne 5 pizzéria, 4 mexikói étterem, legalább 2 vietnámi főlevesező, és az egész Egyesült Államokban alig vannak magyar éttermek. És ugye hát a magyar... Én az a típus vagyok, aki elmentem Washingtonból Clevelandbe, a magyar étterembe marha pörköltet enni. Itt ez egy... Budapesti. A Balaton. Balaton. Budapest az nálatok volt, igen, itt New York. Ponti Krisztályék csinálták 50-es évek végétől. Fantasztikus. Székesfehérváriak. Csodálatos. Szóval én nagyon-nagyon szeretem a magyar ételeket, de nekem nagy fájdalmam az, hogy például hogy ugye szokták mondani, hogy a magyar társadalom összetartó egysége, az főleg a konyhában zajlik, és mégis ennek nincsen ilyen manifestációja, nincs megjelenési formája, nincsenek magyar éttermek. Nem nagyon vannak nagyon magyar éttermek. Szerencsére mellettünk nem messze lakik egy hölgy, aki fantasztikus kolbászokat készít. Bizonyos alkalmakkor tudok egy-egy jó lángost enni, de azért nekem hiányzik a húsleves meg a halászlé. Tudom, hogy te nagyon leveses. És még egy dolog, hogyha most én azért nem akarok ilyen álszent lenni, én meg hogy úristen, senkiről semmi rosszat nem mondok, a fenét nem, tehát nekem az amerikai étel, mint olyan, az nem ízlik. Tehát nem ízlik. Én nem eszem például gyors étteremben egyáltalán és soha, és akkor sem, hogyha csak az van nyitva, tényleg nem. Semmiféle ilyen urizálás nincsen bennem, egyszerűen nem. És én valahogy, ahogy az ember megtalálja a saját ízlésvilágát mondjuk egy olasz konyhában, vagy például szeretem a vietnámi fólevest, ilyesmi, nekem az amerikai étel, mint olyan, az megfoghatatlan. Akkor nem tudom, hogy ezt bemerjem-e vállalni veled, de én McDonald's-ot, meg ilyen gyors ételmet nem 25 éve nem ettem, viszont van egy amerikai gyors ételem, amikor oda szeretnélek elvinni és megkóstolni, a Chick-fil-A. Igen, azt a gyerekem nagy kedvence. Hallod, a kiráza. A gyerekem nagy kedvence. Idefelé, hogy jöttünk felétek, megálltunk ott, és ő evett, én nem, de ő Chick-fil-A-t evett. Ne, egyszer sem próbáltad? Nem. Okay. Nem fogom ráderültetni, de én azt mondom, hogy nagyon jó. Ha akarsz valami ilyesmit, akkor elmondom, most lehet, hogy a nézők egy része nem érti, mert most nagyon amerikásan beszélünk, a Chipotle nevű mexikói amerikai kaját, azt ettem már, tessék. Okay. A igazság az, hogy amikor azt mondjuk, hogy hamburger, akkor az emberek többsége a McDonald's-ra vagy a Burger King-re gondol, miközben, hogyha kukorica lángosban, vagy a kukorica buciban hatalmas, szétkloffolt és különízesített óriási burgert adnak, az egy más jellegű dolog. Olyat kézműves hamburgert, hogy így mondjam, ettem már. Nem azzal van a gond, hanem ezzel a gyorsan szorjat ki az ablakot. Ezért nem voltam én ilyen éttermekben 25 éve. A magyar éttermek, én egyszer már ezt kifejtettem, hogy valószínűleg azért nincs magyar étterem, de hogyha már beszélgetünk róla, a paprikás étterem itt van valahol Pennsylvániában, szóval is érdemes elmenni, én még sajnos nem voltam, de már a Karesz barátom mondta, hogy nagyon jó. Azért nincsenek magyar éttermek, mert itt első generációsak vagyunk, és akkor mi van? Akkor mindenki a saját anyukájának az íze főzése szerint van az, hogyha miért teszel tésztát a halászlébe, te miért passzírozod a halászlét, ezt én így szeretem, ebbe tejfölt teszek. Ez a te megoldásod erre, az enyém egy nagyon picit más, ugye annak idején a nagy gazdasági világválság idején az olaszoknál, amikor Dél-Olaszországból tömegével érkeztek ide, akkor mindenkinél volt egy vízforraló, meg mindenkinél volt tészta, és gyakorlatilag bárhol egy parkban, vagy bárhol el lehetett készíteni a kaját. A magyar kaja pedig a fűszerezés és sok minden más miatt bonyolult. Bonyolult megcsinálni, meg bonyolult elkészíteni. Nekem a Ponti Kriszti mondta, Balatonnak a vezetője, Clevelandben, hogy ők az akkori tulajdonosok, az alapító tulajdonosok egy évtizedig semmi más nem csináltak, csak paprikát kerestek.
mert ma már mi történik, föladják kalocsán, két nap múlva itt van valami gyors postán, akkor még nem volt ilyen. Tehát, hogy a fűszerezése a magyar ételnek más, az elkészítése pedig lehet, hogy bonyolult. Mondjuk ebben egyetértek. De akkor, hogyha már beszélte a Balatonétteremről, nekem elmesélted, hogy a Covid alatt majdnem bezárt. Igen. Aztán volt egy fiatalember, Larry Nance Jr., aki a Cleveland Cavaliersnek a játékosa volt, és az apukája Larry Nance, tehát nem a junior, hanem a senior. Ő is oda ottani egy fekete apukáról, meg egy fekete, tehát afro-amerikai kosárlabdázóról van szó, és bementek, rendeltek egy hortobágyi húsos palacsintát, és $10,000 fizettek, és ezt követően elindítottam egy akciót én magam is, és ennek a végeredménye volt az, hogy akkor utána megmenekültek, most átköltöztek egy másik helyre, és egy rövid bezárás után megnyitottak, mert az az étterem az egy kicsi mini múzeum is sparhelt el, meg minden egyébben, ami kellett egy ilyen múzeum étteremhez. Itteni kajákban vagy ételekben arról is beszélhetünk, hogy itt egészen más, hogy nincs annyi íze, vagy nem az, hogy sokkal nagyobb minden, mert ez minden olyan, mint az Amerika, hogy minden nagyobb, csak... Igen. És hogy hazamegyünk Magyarországra, míg a tej is egészen más ízű. Ha hazamegyünk Magyarországra, akkor a Baracsi halászcsárdában úgy eszem minden alkalommal, hogy már saját magamat utálom, mert az utolsó tálhalászlé nem kellett volna, de akkor is tudom, hogy most ha egy fél évig nem eszem, akkor ez a tartalékom. Tehát most, ahogy így beszélünk, a nyál összefut a számba. Ja, meg ha elnézel jobbra, akkor ott van a bableves? Én voltam az első, aki a kedves feleségednek, Editkének a bablevesét már meg is kóstoltam. Tehát én már tudom, hogy jó. Szuper, szerintem akkor mindjárt befejezzük ezt a podcastot, aztán elkezdünk egy kis bablevest tenni. Még ez eléggé buta kérdés, de azért mondd el, hogy hol tudnak téged elérni, meg ha valamit szeretnénk plagolni, mint például a 11-et, akkor ezt hol tudják megtenni, és ezt mind ide alulra be fogjuk írni. Figyeljet, akkor ezt beírjuk. Tehát olyan főleg hátrányos helyzetű vagy falusi kisgyermekeknek az álom teljesítésében vehetnek részt. Azok a barátok, akik ezt a beszélgetést szeretettel látták, és támogatnák azokat a kisgyerekeket, akik nem tudnának egy sportegyesületbe eljutni, hogy a Tehetség 11 alapítványon keresztül segítsék meg őket. Nekem van egy csaknem 700 ezeres Facebook oldalam, a nevem Vujis Tvrtko, YouTube csatornámat Tvrtko a Föld körül megismerik, ott majd egyébként te magad is megjelensz, mert engem mindig is érdekelt a New Yorki postásoknak, vagy New Jersey postásoknak az élete, komolyan. Szóval én azért elérhető vagyok, most hát azért annyit tudnod kell, hogy az életünk úgy alakult, hogy hosszabb távon itt maradunk, na, hogy akkor legyen egy kis hír is, amit majd ugyanúgy, mint a nem tudom, múltkori podcastotokat láttam, hogy szétszették Magyarországon, sokan idézték Magyarországon az énekes fiatalemberrel kapcsolatban. Igen. Szóval, hogy Sramek. Igen, mi itt maradunk itt maradunk az Egyesült Államokban hosszabb távon. Nekem mindig is Magyarország lesz a hazám, de mondjuk úgy, hogy a házam, vagy az otthonom az most itt van. Úgyhogy a közösségi médián keresztül, hála Istennek, el lehet érni. Szuper, nagyon szépen köszönöm. Már csak annyit szeretik elmondani, hogy itt lehet lájkolni, és erre a playlistára rákattintotok, akkor hasonló kis műsorokat láttok. Sziasztok, jövő héten találkozunk. Én még annyit hozzátennék, hogyha Peti ezt mutatta meg, itt iratkozz, meg ott iratkozz fel erre. Én is javaslom azt, hogyha szeretnétek izgalmas magyar emberekkel találkozni, akkor az amerikai magyar sikertörténeteket Kis Péter Sízáre és Patkós Attila bemutatja nektek. Ha már Peti ezt mutatta, akkor én ezt mutatom, mert ez a beszélgetés, ez nem az aktuális műsorvezető, meg az éppen aktuális riportalanya, hanem két barát között zajlott. Ez a barátság nem tegnap kezdődött, én erre a barátságra nagyon büszke vagyok, úgyhogy ha már Peti megköszönte nekem, akkor hadd köszönjem meg én is, hogy a vendéged lehet-e. Köszönjük a vendéglátást a családom nevében is, köszönöm azt, hogy megoszthattam a gondolataimat a kedves nézőitekkel.
Nagyon szépen köszönöm én, és akkor még egyszer itt és itt. Na meg itt. Sziasztok!